Miskolcra menekültek az ukrán felnőtt jégkorongozók, fiatal sportolók is jöhetnek. Hosszabbak lesznek a nappalok, vasárnap kezdődik a nyári időszámítás. Egy napja rostokolt az oszlopon, macskát mentett a máji madármentő. Önök a Miskolc Mát, a Miskolc Televízió híradóját látják. Köszöntöm nézőinket, jöjjenek a részletek! A teljes ukrán jégkorong válogatott Miskolcra menekült a háború elől, most itt laknak egy belvárosi szállodában. A játékosok között vannak olyanok is, akik egyenesen a frontról jöttek ide. Múlt hét vasárnap érkeztek Miskolcra, a jégkorong világbajnokságra készülnek a jégcsarnokban, a tervek szerint április 12-ig maradnak. Egyelőre felnőtt játékosok jöttek, de a Magyar és az Ukrán Hoki Szövetség együttműködésének köszönhetően érkezhetnek fiatalabbak is. Félpályáról korcsolyázik a kapura, nagy erővel bombázza rá a korongot, a sárga-kék mez hátán az Ukrajna felirat. Az ukrán hoki válogatott most itt, Miskolcon készül a világbajnokságra. A háború elől menekültek ők is, most egy miskolci szállodában laknak. Több játékos is konkrétan a harcokból érkezett, aki rendesen fegyvert fogott és harcolt az orosz katonák ellen, és konkrétan a frontról lett behívva a csapatba, mert játszaniuk kell a világbajnokságon, hogy az ukrán hoki is úgymond fent tudjon maradni, és nemzetközi vérkeringésbe benne tudjon maradni. Úgyhogy igen, hát lelkileg ez nem volt számukra egyszerű. Послухай, Вікторе, знаєш, що відбувається в Маріуполі? Keresztnevén szólította Orbán Viktort Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök péntek hajnalban közzétett videójában, amelyben azt mondta, Magyarországnak el kell döntenie, kinek az oldalán áll. Az ukránokén vagy az oroszokén, akik népirtást követnek el Mariupolban, akárcsak a nácik annak idején Budapesten a zsidóság ellen. Те саме взуття. Azt kérte, hogy Orbán Viktor ne hezitáljon azon, kell-e az oroszokkal kereskedni, és át lehet-e engedni Magyarországon az ukránoknak szánt fegyvereket. Orbán Viktor ma visszautasította ezeket a kéréseket. Rányalja a képet, ugye a magyarokkal kapcsolatos ukrán képet ez az elutasítás, mégpedig azért, mert most már egyértelmű. Eddig is a mondatok között kimondatlanul szerepelt ez az elutasító álláspont, de most, hogy kimondásra került, így azt kell, hogy mondjam, hogy még inkább hat majd a magyar kisebbség helyzetére, akár Kárpátalján is. A politológus szerint az a kérdés, hogy mindaz a humanitárius segítség, amelyet Magyarország például a menekülteknek nyújt, mennyire tudja majd ezt tompítani. Alig, hogy csökkent a világjárvány okozta félelemérzet, már is egy újabb traumával kellett szembenéznie az emberiségnek. A vírushelyzet miatti szorongást a szomszédban dúló háború váltotta fel, amit az emberek többsége nehezen tud feldolgozni lelkileg. Pánikbetegség, álmatlanság, általános létbizonytalanság egyaránt előfordul most. Erre hívja fel a figyelmet Pócsi Orsolya, klinikai szakpszichológus. A szakember szerint a gyerekekkel most érdemes külön elbeszélgetni, hogy könnyebben tudják kezelni azokat a tartalmakat, amik válogatlanul áradnak az interneten keresztül. Vásári kikiáltó invitálta a miskolciakat. A nemzeti ünnepen két év után végre újra együtt ünnepelhetett a város. Megtelt élettel a Szent István tér. A hagyományőrzésé, a játékoké és elsősorban a szabadságé volt a főszerep március 13-án és 14-én a Szabad Miskolc program sorozaton. Örülünk, hogy végre ki tudtunk szabadulni egy kicsit ilyen családi programra, hogy azért az elmúlt időszakban nem nagyon volt erre lehetőség, hogy ilyen szabadtéri közösségi maszkmentes programon vegyünk részt. Az elmúlt két év a világjárvány árnyékában telt, de alig, hogy feloldották a korlátozásokat, már is egy újabb traumával kellett szembenéznie az embereknek. Szinte napra pontosan egy hónapja tört ki az orosz-ukrán háború, amelyről a híradásokon kívül napi szinten látnak és hallanak az emberek kontrollálatlanul. Tankok, vadászgépek és épületbe csapódó rakéták, sok minden belefér 5 másodpercbe.
A közösségi médiában naponta jelennek meg hasonló videók, általuk pedig még inkább érzékelhető közelségbe került a háborús helyzet. Megkérték, hogy menjen a határhoz lefotózni, és teljesen összerogyott. Pedig azt hitte, hogy ő ezt fogja bírni. Egy fotóriporter esetét meséli Pócsi Orsolya, klinikai szakpszichológus, akit az álmatlanságtól a pánikrohamig sokféle tünettel keresnek fel most a kliensek. A szakember szerint addig nincs nagyobb probléma, amíg kontrollálni tudjuk a bennünk lévő szorongást. Erre fel kell készülni, hogy ez meg fog bennünket viselni. És itt a gyerekekre különös hangsúlyt tennék, mert hogy a gyerekeknek a híradója most már a TikTok, és az én lányom is rohant már be a mosdóból, hogy anya nézd, a TikTokon egy égőházat mutatnak, mi ez. Ugye ott élőben feltesznek ilyen kisebb összevágásokat, és nagyon fontos a gyerekkel is megbeszélni, hogy ez való lehet-e, vagy csak egy ilyen álhírnek az összeollózása, majd a gyerek elhiszi a képi világot, amit lát, hogy igaz. A háború okozta lelki problémákról és annak kezeléséről szóló teljes beszélgetést a 19 óra 25 perckor kezdődő kilátóban láthatják majd. Elhunyt Pataki János, Kondor Béla díjas festőművész, 1933. április 13-án született Szegeden, festőként, grafikusként tevékenykedett, több művészeti ágban is képviseltette magát. Ipari tájakról készült képei kifejező jellemportréi mellett a hétköznapi talált tárgyakban rejlő szépség és játékosság, valamint az elvágyódás érzete foglalkoztatta. 1958-tól szerepelt kiállításokon, a Miskolci Galériában 2008-ban életmű tárlata nyílt. A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Miskolci területi csoportjának tagja volt, Bernát Aurélt és Ruzicskai Györgyöt tekintette mesterének, tanítványai közé pedig mások mellett Pálfalusi Attila és Bukta Imre tartozik. Pataki János 89 éves volt. ...359 önálló indítvány és 232 felszólalás a miskolciak és a borsodiak érdekében, így összegezte elmúlt 4 éves munkáját Varga László országgyűlési képviselő. A politikus szerint 10-szer annyiszor szólalt fel a parlamentben, mint a két miskolci kormánypárti országgyűlési képviselő összesen. Elmondása szerint csaknem 20 milliárd forintnyi forrást követelt Miskolcnak és Borsodnak, a szépkártya zsebeinek átjárhatóságára vonatkozó indítványát pedig sikerként könyvelte el. Elmúlt 4 éves országgyűlési munkáját összegezte Varga László, elmondva, hogy ez idő alatt 359 felszólalása és módosító indítványa volt a parlamentben. Csöbör Katalintnak viszont csak 21, Hubai Györgynek pedig 35. Mindemellett 78 alkalommal nyújtottam be költségvetési és egyéb módosító indítványt a miskolciak, borsodiak érdekében. Ez gyakorlatilag, ha úgy vesszük, nagyjából 10-szer több, mint amit a fideszes képviselők tettek az elmúlt időszakban. 2010 óta 1000-nél is többször szólalt fel, például az útfelújítások, energetikai korszerűsítések témájában, tömegközlekedésre pedig 20 milliárd forintot követelt a városnak és a megyének. Itt kiemelte azt az évi 500 millió forintot, ami erre Miskolcnak járt volna. Ezeket azonban Hubai György és Csöbör Katalin mind leszavazta, fogalmazott. Sikerként említette a szépkártya zsebeinek átjárhatóságáról szóló javaslatát, amelyhez hasonlót később a kormány saját javaslatként nyújtott be. Én a miskolciak, borsodiak hangja voltam ebben a ciklusban is az országgyűlésben. Az ő problémáikat megismerve, az ő problémáikat vetettem föl az országgyűlésbe. Erről beszéltem, ennek kapcsán tettem indítványokat, amelyek sokkal hamarabb válhattak volna döntéssé válhattak volna, hogyha ezeket nem pártpolitikai szemüveggel nézi a kormány, és nem pártpolitikai szemüvegen keresztül nézi adott esetben egy-egy fideszes képviselő. Varga László azt mondta, a jövőben is olyan országgyűlési indítványokon dolgozik majd, melyek az emberek hétköznapi problémáira jelentenek praktikus megoldásokat.
Kutató és kompetencia központ jön létre a Miskolci Egyetem és az Állami Számvevőszék együttműködésében. Ezzel tovább mélyülhet a két intézmény közötti szakmai kapcsolat, és egy olyan szintér is születik, amely lehetővé teszi a tudomány és a gyakorlat összefonódását a közjó érdekében. A kapcsolat nem új keletű, 2015-ben formálódott, majd 2016-ban legitim módon is létrejött egy kihelyezett tanszéke. A Miskolci Egyetem és az Állami Számvevőszék 7 évvel ezelőtt megállapodásban vállalták, hogy közösen dolgoznak a közpénzekkel és a közvagyonnal való gazdálkodás színvonalának javításáért és fejlesztéséért. Az eddigi közös munka eredménye a közszolgáltatások teljesítménymenedzsmentjének egy kutató és kompetencia központ létrehozása. Ez lehetőséget teremt arra, hogy a magas színvonalú képzések és tudományos kutatások tapasztalatai már az állami szférában is hasznosuljanak. Nem csak azért, hogy indikátorokat, mércéket állítsunk, hanem azért, hogy ezt azok, akiktől elvárjuk, majd a vállalati vezetők, intézményeknek kulcsemberei, stratégiai emberei, azok ehhez a tudáshoz hozzá tudjanak férni. Tehát egy olyan képességet hoznánk létre ezzel a kutatással itt a Miskolci Egyetemen, ami egyúttal az ország bármely adófizető pénzével bánó felelős vezetőnek továbbképzési lehetőséget is teremt. A Kutató és Kompetencia Központ elméleti, gyakorlati kutatásoknak, oktatásoknak, szolgáltatásoknak és publikációs tevékenységeknek ad helyet. A kutatásoktól a közpénzek hatékonyabb és eredményesebb felhasználását várják. A komplexitás miatt indokolt az állammenedzsmenttel való foglalkozás, a compliance-el, az integritással, az átlátható, jogszerű, etikus működésnek a támogatásával fogunk foglalkozni, méréselméleti kérdésekkel, ami azt gondolom nem csak a közszféra, hanem az üzleti szektor számára is egy nagy kihívás. A kutatásokban mindezek mellett a teljesítménymenedzselés kérdéseivel is foglalkoznak majd. Földgáz szállító rendszer elemek építésére és tesztelésére indult közös kutatás-fejlesztési projekt a Miskolci Egyetem és az FGS Földgáz Szállító ZRT együttműködésében, jelentette be a Miskolci Egyetemen Varga Judit, az Universitas Miskolcinensis alapítvány elnöke és a földgáz szállító cég elnök vezérigazgatója. A projekt előre láthatóan 2 évig tart majd, az első fázis megvalósítására csaknem 350 millió forint vissza nem térítendő állami támogatást kapott az egyetem és a vállalat. Fehér blézerben érkezett Varga Judit a projektnyitó ünnepségre, mögötte Miskolc polgármestere és a projektben partner földgázszállító cég vezetője. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy ezt együtt ünnepelhetjük a Miskolci Egyetemmel, hiszen ez egy gázszállítási infrastruktúrára vonatkozó kutatási, fejlesztési projekt, és ez a projektünk indul el ma, amelyhez hát külön köszönjük a kormányzatnak a támogatását. A cég és az egyetem közös projektjében feltérképeznék a hidrogén tartalmazó földgáz szállítási lehetőségeit a hazai földgázrendszerben, de a már jól bevált képzési együttműködésen és az ipari megbízásokon túl innovációs és kutatásfejlesztési területeken is együttműködik majd a vállalat és az egyetem. A Miskolci Egyetem, amelynek ugye tudjuk, ismerjük a nagy múltját, és tudjuk, hogy a legnagyobb múltja az a olaj- és földgáz kitermelés szakterületén van, illetve a földgázszállítás területén. És tudjuk, hogy az FGS ZRT-vel is már nagyon sokrétű, nagyon régi, nagyszerű együttműködéseink vannak. A projekt előreláthatóan 2 évig tart majd. Az első fázis megvalósítására csaknem 350 millió forint vissza nem térítendő állami támogatást kapott az egyetem és a vállalat. Március 25-e a kapitalizmus áldozatainak emléknapja. A Magyar Munkáspárt megyei szervezetének tagjai pénteken az egykori Vasas Művelődési Központ előtt található munkástrónnál tartottak megemlékezést azok emlékére, akik a 32 éve bevezetett tőkés rendszernek áldozatul estek. Fülöp József Istvánné a párt Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2. választókerületének országgyűlési képviselőjelöltje beszédében politikai programjának elemeiről, illetve a kapitalizmus emberáldozatokat követelő bűneiről beszélt. A megemlékezés végén a résztvevők mécseseket helyeztek el a munkástrón emlékműnél.
Kezdődik a nyári időszámítás, vasárnap újra óra átállítás, azaz egy órával kevesebbet alhatunk, cserébe viszont hosszabbak lesznek a nappalok. Ugyanaz átállás sokak szervezetét megterheli, véletlenül nem ez lesz az utolsó. Az Európai Parlament 2019-ben döntött úgy, hogy eltörli az óra átállítást. Akkor úgy volt, hogy a tavaly októberi volt az utolsó, de a tagállamok eddig nem döntötték el, hogy melyik időszámítást válasszák. Pörög az óra mutatója, újra óra átállítás lesz vasárnap. Hivatalosan hajnali 2 órakor állítják át az időmérőket hajnali 3-ra, így egy órával kevesebbet alhatunk, cserébe viszont hosszabbak lesznek a nappalok. A felmérések szerint az emberek nincsenek odáig azért, hogy évente 2-szer kell órát állítani. Jobban, ha nem kéne már átállítani az órát, mert azért nem bírja a szervezet úgy megszokni. Nem csak az idősebbeket, a fiatalokat is megviseli az átállás. Én már várom azt az időt, amikor nem kell majd újra átállítani, mert volt erről szó ugye párszor, hogy nem lesz ide odaállítgatás. Engem ez megvisel, főleg amikor kevesebbet tudok aludni. Az Európai Parlament már 2019-ben megszavazta az óraátállítás eltörlését, akkor úgy volt, hogy 2021. októberében lesz az utolsó váltás, a döntés azonban nem volt végleges, bár sokan támogatnák, úgy tűnik nem ez lesz az utolsó. Nem biztos, hogy jó ez az átállítás az emberi szervezetnek, tehát azért sok embert megvisel. Engem annyiban szokott egy picit megviselni, hogy az étkezés sem így felborul egy kicsit, de így ennyiben igazából, de én se bánnám, hogyha tényleg ez lenne az utolsó. A kutatások szerint az óraátállítás utáni hétfőn 10%-kal emelkedik a szívrohamok száma. A híradónk által megkérdezett orvos szerint van, akinek 2-3 hét is kell, hogy átálljon a szervezete. Változik a koncentráló képességük, a teljesítő képességük, nyilván ezáltal fokozódik a balesetveszély, akkor a toleranciájuk, kevésbé tűrik a gyűrődést, hogy úgy mondjam, hiszen végső soron nem másról van szó, mint az alvás ébrenlét megváltoztatása, az a szervezetnek egy stresszfaktor. Az orvos szerint ilyenkor az immunrendszer is gyengébb, ráadásul idén a helyzetet az is tovább rontja, hogy március 26-a szombat áthelyezett munkanap, amikor a többség a március 14-i hétfőt dolgozza le. Oszlopon rekett macskát mentettek a máji madármentők. Az állat már legalább egy napja rostokolhatott több méter magasban. Nyíklátházáról telefonált az állomásra egy férfi, hogy az állat a távközlési oszlopon ragadt és nem tud lejönni. Lehúcki Krisztiánnak köszönhetően a macska épségben megúszta a kalandot. A jobboldali oszlop tetején kuporog a macska. A felvételt a máji madármentő állomás autójába szerelt kamera rögzítette szerdán. Itt a Nyíklátházán. Kaptunk egy értesítést, hogy egy cica felmászott a villanyoszlopra. A máji madármentő állomás vezetője azonnal a helyszínre sietett. Azt mondja, legalább egy napja az oszlop tetején lehetett a macska. Egy úr jelezte felénk, mondta, hogy a kutyájuk már egy napja ugat valamit, nem tudták, hogy mi az, aztán felnézett a villanyoszlop tetejére, és ott volt egy ilyen kis tarka cica. Először kimentünk a helyszínre felmérni a terepet, hogy egyáltalán menthető-e. Ugye ez nem elektromos villanyoszlop volt, hanem távközlési, tehát ezzel nem volt áram. Óvatosan mászik az állomás vezetője a létrára. Az oszlop tetején a megrémült macska gubbaszt, a lába beleakadt egy vezetékbe, ezért nem tudott lejönni. Nem volt rajta sérülés, tehát nem találtunk semmi olyan nyomot, ami miatt őt akár állatorvoshoz is el kellett volna vinni. Aktív cica volt, inkább félt egy picikét, ott valószínű azért mászhatott ő fel a villanyoszlopra, mert kutyák megzavarhatták. A macska lábát végül sikerült kiszabadítani a vezetékek közül, és az állomás vezetője épségben lehozta őt. Az állat földet érve egy közeli ház udvarára rohant be, feltehetően haza. Utolsó mérkőzésére készül a vízilabda élvonal alapszakaszában a Panergy Miskolci Vízilabda Klub. A szombaton 18 órakor a Kemény Dénes uszodában kezdődő találkozón Eger együttese lesz az ellenfél. A mérkőzésnek miskolci szempontból nincs tétje, de annál inkább van az egrieknek, ám ettől függetlenül hazai medencében győzelmet vár csapatától Vidomanszki László vezetőedző.
Az utolsó simításokat végzik a miskolci pólósok a szombati Eger elleni bajnoki találkozó előtt. A sorsolás szeszélye folytán a Kemény Dénes uszodában a szomszédvárak csatájával zárul az alapszakasz a vízilabda OB1-ben. Bármilyen eredmény is születik majd, sem feljebb lépni, sem pozíciót veszíteni nem tud a miskolci együttes. Ugyanakkor nagy a tét az egriek szempontjából, hiszen ők akár még a legjobb 8 közé is bejuthatnak. Éppen ezért igazi presztízs csatára számít a hazai szakvezető. Itt a alap az, hogy nem mi vagyunk az, akinek kell építkezni. Mi vagyunk az, aki fogunk rombolni, és próbáljuk kihasználni, a Egernek kell menni az eredmény után, neki kell kitalálni valami újat vagy okosabbat, és ha hibázik, akkor mi fogunk egyetlenül büntetni. A rájátszás utolsó alapszakasz mérkőzésére úgy készülhetnek a játékosok, hogy miután a győzelmi kényszer az ellenfél vállát nyomja, felszabadultan pólózhatnak. Vélekedett az esélyekről a hazai vezetőedző. Hazai medencében pedig természetesen a győzelem megszerzése a célkitűzés. Itt már ilyen mérkőzéseken nem fér bele az, hogyha helyzeteket puskázunk elő, mert az hátul meg fogja büntetni az Eger. Egy komplett jó csapat, minden poszton rutinos játékosokkal rendelkeznek. Mi ezt a fiatal brigantiságunkkal próbáljuk meg majd kiküszöbölni. Sélei Rauser Domokos szerint a csapat heti edzés munkájára jó hatással volt a Pécs elleni elveszített hazai bajnoki, ami kellően dacossá tette a játékosokat, és ösztönzőleg hatott az Eger elleni bajnoki felkészülésre is. A Kemény Dénes uszodában szombaton 18 órakor kezdődő mérkőzést élőben tekinthetik meg a Miskolc Televízióban és a Minap Facebook csatornáján is. Bár holnap is munkanap lesz, de próbáljanak meg minél több időt a hétvégén a szabadban tölteni. A várható időjárásról a híradó után hallhatnak bővebben. Maradjanak velünk a továbbiakban is, 18 óra 25 perctől kezdődik a Suhany velem. Fél 8 előtt nem sokkal pedig jön közéleti magazinunk a Kilátó. Szombat este 6 órakor élő vízilabda mérkőzést közvetítünk, majd kezdődik heti hírösszefoglalónk a Krónika. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, további jó tévézést és kellemes hétvégét kívánok. Viszontlátásra!